A tavalyi és az idei időjárás is nagyban kedvezett a turizmusnak. Ennek is köszönhető, hogy országosan nőtt a vendégforgalom és bővült az ágazat. Bár Budapest még mindig vezető szerepet tölt be, a vidék is egyre nagyobb népszerűségnek örvend a turisták körében. A szabolcs szatmár bereg megyei Falusi Turizmus Egyesület elnöke 35 perc című műsorunkban elmondta, bár számos vidéki településen jelentős turisztikai beruházásokat hajtottak végre, a nagy problémát az jelenti, hogy ezek nagy része nem volt tudatosan átgondolva. Hanusz Árpád kiemelte, az országban közel 1500 új falusi vendégház épült a közelmúltban, azonban ezek földrajzi elosztása nem arányos, és építésükkor nem mérték fel a turisták igényeit sem. Ez 99%-ban négy napra forgós. Ez kb. a négy csillagos szállodának felel meg, aminek persze magasabb az ára is. falusi turizmus azért működött nagyon jól, mert nagyon olcsó meglévő infrastruktúrát hasznosított. Ezek pedig ma már nem meglévők, hanem kacsalában forgó vidéki szálláshelyek, amelyek egyik másik, akár panziónasságú is már. Nincs ezzel semmi baj, mert ahol van turisztikai attrakció, ahol van vonzerő, ott erre szükség van. De ott, ahol mondjuk évente 10-12 vendég fordul meg, ott azért ez egy pocsékolás, egy fölösleges beruházás volt. Hanusz Árpád azt is elmondta, az is nagy problémát jelent, hogy amíg számos hasonló, nagyobb színvonalú vendégház épült, addig egy-egy településen az elvándorlásnak köszönhetően egyúttal több ház is elhagyatotta, romossá vált, ami nagyban rontja a falvak turisztikai vonzerejét. Hanuszárpát szerint ez azért is okoz nehézséget, mert a fiatalok nagy része amúgy is kevéssé ismeri a kisebb falvakat. Hozzátette, ennek érdekében fontos lenne a turisztikai marketingben is egy irányváltás. A jövő turistáját, az okos turistát, azt most kellene megragadni. És hát nem a hagyományos kiadványokkal, hanem azokkal a telefonaplikációkkal, amit a mai fiatal óhatatlanul használ. Ma már azt mondom, hogy egy ember, egy fiatal, egy egyetemi, egy főiskolai hallgató körülbelül annyit tud, amennyi az okos telefonjában van. Ha, ha, nincs benne, akkor azt mondja, hogy az őt nem is érdekli. Na most erre kellene ráépülnünk, hogyha ezeket az információkat igenis el tudom juttatni a fiatalhoz, és, és fel tudom az érdeklődését kelteni az, hogy a valóságban is nézze meg. Hanusz Árpád elmondta, a megyében korábban a gasztroturizmusra próbáltak építeni a települések, Azonban szerinte ezen a területen végül igazán nagy sikert a régió nem tudott elérni, mert nem sikerült egy igazán nagy szabású rendezvényt kiemelni, és telítődött a piac is a hasonló, gyakran egy időpontra is eső és kevésbé ismert rendezvényekkel, melyek már nem nevezhetők igazán turisztikai vonzerőnek. Hanusz kiemelte, azért lenne fontos a turisztika fejlesztése, mert az gazdaságilag is növelni a települések erejét és az ott élők életszínvonalát.